4 éves koromban tanultam meg úszni. Először még túl picike voltam ahhoz, hogy itt Bonyhádon úszhassak, úgyhogy anyukám heti 2-3-szor bevitt Pécsre, és ott tanultam meg a kismedencében, a hullámfürdőben úszni. És akkor 5 éves voltam, amikor úgy voltunk vele, hogy most azért már jó lenne valahol közelbe, vagy valahol itt Bonyhádon tovább úszni, mert nekem rossz volt a csípőm, úgy születtem, meg gerincfedésem és minden egyéb, és akkor emiatt kezdtem igazából úszni, és akkor itt Bonyhádon Judit néninél, Kovács Judit néninél tanultam meg úszni, és utána mentem tovább János bácsihoz, és János bácsi volt, aki elindított ezen az egészen. Ő indított el először Balaton átúszáson 7 évesen, akkor úsztam át először a Balatont, először háton úsztam át, nagyon féltem belerakni a fejemet, úgyhogy háton úsztam végig, és újban últam le, úgy voltam 2 hétig, hogy a szemüveg helye és a sapka helye végig fehér volt, minden más vörös, úgyhogy így voltam Balaton átúszás után sokáig, és hát utána kezdődtek a villaúszás, hát, mell, gyors, és így fokozatosan mindig voltak időszakok, hogy mikor, miben voltam a legjobb. Igazából ez mindig változó volt, és de abban biztosak voltunk, meg az látható volt az eredményeken, meg az időeredményeken is, meg az eredményeken is, hogy nekem a hosszú táv az, ami jobban fekszik, ami jobban bírom a monotonitást, nem vagyok robbanékony, ez már kiskoromban is így volt, és igazából ez a mai napig igaz rám, úgyhogy így jött ez az egész hosszú távúszás. Aztán itt a körülmények miatt, ugye itt négypályás 25 méteres van, a medence, négypályás 25 méteres, és igazából teljes mértékig jó volt egy bizonyos ideig, de ugye fejlődni kell tovább, és ez volt az a pont, vagy ez volt az az ok, ami miatt eligazoltam innen Bonyhádról, és Kaposvárra igazoltam. Akkor voltam a 6. osztályban, fél évkor igazoltam át januárban, 2014. januárjában. Elmentem Kaposvárra, a kaposvári sportiskolához. Egy általános iskolában folytattam tovább az általános iskolás tanulmányaimat, a kisfaludi tagiskolában, és igazából ott is fejeztem be 8-ig, szóval 2,5 évig ott laktam. És az általános iskolát, amikor elvégeztem, utána folytattam a tanulmányaimat Pécsen, és ezért a Pécsi Non-Profit ZRT-hez igazoltam. Ott úsztam tovább, ott végeztem el a gimnáziumot, német tagozatos voltam ott, és abban a 4 évben nagymamámnál laktam, és ez óriási segítség volt. Volt edzőm Túrós Máté, olyan, mintha itt családtag lenne, úgyhogy nagyon-nagyon szerencsés vagyok ebben is, hogy ilyen edzőm volt, és hogy mennyi mindent értünk el, mert vele voltam először ifi Európa-bajnoki második helyezett 7,5 kilométeren nyílt vizen. Amikor elvégeztem az érettségit Pécsen, akkor a Magyar Agrár és Éltudományi Egyetemre jelentkeztem, élelmiszermérnöki szakra, fel is vettek, és ott kezdtem el egyetemi tanulmányaimat, nappali tagozaton, és emiatt ugye a Ferencvárosi Tornaklubhoz igazoltam, és a Fradiban vagyok a mai napig is, most kezdtem meg az 5. évemet a Fradiban, úgyhogy ez eddig az első egyesület, ahol ilyen sokáig vagyok. Már Bonyhádon voltam ugye legtöbbet, de hogy utána Kaposváron is csak 2,5 évet voltam, Pécsen is 4 évet, és most ez az 5. évem a Fradiba. Most írom a szakdolgozatomat, decemberben fogok államvizsgázni, előtte még lesznek szigorlatok, úgyhogy egy nagyon nehéz időszak van még előttem, egy jó másfél hónapon még nagyon kemény lesz. Utána lesz még egy kvalifikációs verseny december közepén, ami a jövő évi Európa-bajnokságra, meg világbajnokságra válogató. Ez az első lépcsőfoka a válogatásnak. Nagyon jól érzem itt magamat a Fradiban. Most jöttek új csapattársak, aminek nagyon-nagyon örülök, mert jött egy frissítés a csapatnak, amire már szerintem szüksége volt. És
sokkal jobban mennek így az edzések is, jobb a hangulat is, vagy nem is azt mondom, hogy jobban, eddig is jó volt, hanem másabb. Úgyhogy ez így nagyon jó. Itt a Fradival is szintén ugye válogatott vagyok 2018 óta, és a Mátével ugye elkezdtem bejárni a világot, velük pedig folytatom. Ugye az első nagy eredményem az 2019-ben volt, Csehországban a Racicénei kajakkenupáján. Az volt az első IFI Európa-bajnokságom, ott lettem második helyezett 7,5 kilométeren. 2021-ben volt az utolsó IFI évem, és ott kijutottam Európa-bajnokságra 10 kilométeren, és ott negyedik helyezést értem el. 2022-ben volt a világbajnokság Budapesten, és ott 10 kilométeren és 5 kilométeren úsztam, 10 kilométeren 17. lettem. Aztán jó eredménynek gondoltam akkor, most már annyira nem, viszont nagyon jó élmény volt otthon úszni, vagyis hát itthon úszni. Európa-bajnokságra meg kijutottam a madeirai versenyen, az pedig most volt 2024 júniusában, ott 25 kilométert úsztam, és végigment, senki nem fújta le a versenyt, és végül negyedik lettem. Mindegyik verseny valami miatt volt különleges, vagy valami miatt volt emlékezetes, és nyilván az Európa-bajnoki második hely, az IFI Európa-bajnoki második hely az nagyon kedves, mert nyilván ott nyertem egy érmet, de az is nagyon az, hogy például le tudok úszni 25 kilométert. Én szerintem nem is lennék úszó, vagy nem is úsznék még a mai napig, vagy nem lennének ilyen eredményem, hogyha nem lenne ilyen támogató családom. Egy jó eredmény múlik nyilván a versenyzőn, az edzőn, de a családi háttértől is. És ez a három az, ami hozzásegít ahhoz, hogy sikeres legyél. Tálisan ott itt van anyukám, ő nagyon sokat segít nekem, és családom igazából. Vannak ösztöndíjak, amiket sikerült elnyernem, illetve a Milfood Kft. Is, ugye itt Bonyhádon, ők is nagyon támogatnak engem. Úgyhogy nagyon hálás vagyok ezért nekik, és szerintem nem is sikerült volna ezeket elérni nélkülük, úgyhogy nagyon hálás vagyok nekik.